Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Kalocsai Híradó hétfő esti adását látják. Sportparkokat építhetnek Kalocsán, a képviselő testület egyhangúan fogadta el a pályázaton való részvételt. Nyári ellenőrzés sorozatot tart a NAV, leginkább a turista helyeken várható a karazdiák. Harc az illegális szemétlerakók ellen, kalocsai képviselők lépnek fel a szemetelőkkel szemben. Kalocsa város képviselő testülete legutóbbi ülésén egyhangúan fogadta el azon pályázaton való részvételt, amelynek sikeressége esetén a jövőben sportparkok épülhetnek a városban. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázaton vesz majd részt Kalocsa város önkormányzata. Erről döntött július 13-i ülésén a képviselőtestület, hiszen is sportparkok építésére nyújthat be pályázatot a város. A 2016. július 1-e és augusztus 15-e között beadható támogatási igény városi sportparkok futókörök létrehozását szolgálja. Kalocsa városa legfeljebb 5 sportpark létrehozását igényelheti, amely azonban nem lehet már meglévő sportparkok továbbfejlesztése vagy kiegészítése. Török Ferenc a pályázat kapcsán szerette volna megtudni, hogy van-e lehetőség görkorcsolya, illetve gördeszka pálya kialakítására, mivel elmondása szerint a fiatal generációnak erre már jó ideje megvan az igénye a városban. Boromisza Viktor, a város üzemeltetési és fejlesztési osztály vezetője felhívta rá a figyelmet, hogy ez nem lehetséges a pályázat keretein belül, mivel 4 úgynevezett típus tervekkel rendelkező sportpark kialakítására van lehetőség. Nem is az önkormányzatunk fogja kivitelezni, mi nekünk itt a helyszínt kell biztosítani, a kivitelezés majd a pályázat keretében a kiíró által biztosított módon lesz itt a helyszínen elhelyezve. Ezt nekünk azt követően tulajdonba, illetve használatba működésre kell átvennünk. A kiírás szerint a sportpark méretének legalább 40 négyzetméteresnek kell lennie, annak gumi talajburkolatára pedig legalább 5 darab sporteszköz telepítése szükséges. Ezek például húzódkodás, fekvőtámasz, hasizom és hátizom erősítést kell, hogy szolgáljanak, de futókör megvalósítására is van lehetőség. Itt 125 cm széles futófelület mellett 200 valamint 400 méteres hossz választható. A képviselőtestület a részletek ismeretében végül 12 igennel egyhangúan elfogadta a pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést. Július 1-től augusztus végéig tart a NAV nyári ellenőrzés sorozatot az országban. A turisták által kedvelt üdülő és vendéglátó helyeken, strandokon, fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken, szállásadóknál, rendezvényszervezőknél, illetve tűzépeken lehet számítani a NAV munkatársaira, akár munkaidőn kívül és a hétvégén is. Kockázatelemzés alapozza meg a vizsgálandó vállalkozások célzott kiválasztását. Ez azt jelenti, hogy az online pénztárgépet használók közül a NAV jellemzően azoknál kopogtat, ahol az előzetes elemzések alapján vélhetően valami nincsen rendben. A nyugtaadást az ellenőrök táblagéppel kontrollálják, az online pénztárgépbe beütött adatok és a vásárlók számának összevetésével. Tabletes lekérdezéssel ugyanis távolról követhető a nyugtaadás, és ahol a revizorok rendben találják az adatokat, nem végeznek próbavásárlást. A vásárokon, kitelepüléseken a helyszíni tapasztalatok alapján választják ki a revizorok, mely gazdálkodókat kell ellenőrizni. Az előzetes kockázatelemzés követően, csak úgy, mint az elmúlt években, idén is megjelennek a NAV munkatársai a belvárosi vendéglátóhelyeken, szórakozóhelyeken, Balaton környékén, lángososnál, palacsintázóban, fagylaltosnál, zöldség, gyümölcs és édesség kereskedőnél, sportszolgáltatóknál. Az ellenőrzések kiterjednek az elektronikus kereskedelemre, a közösségi szolgáltatásokra is. Az egész nyáron át tartó ellenőrzés sorozatban kiemelt figyelmet kapnak Budapesten és Balaton környékén azok a szállásadók, akik akár egy napra, akár egész nyárra szobát adnak ki. A cél elsősorban a szabálytalankodók kiszűrése, de az akció egyúttal a vásárlók és a tisztességes vállalkozók, sőt az állam költségvetésének érdekeit is szolgálja. A NAV szakemberei többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők, szolgáltatók adnak-e szabályos bizonylatot, online pénztárgépeiket megfelelően használják-e, a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat, különös tekintettel a nyári szezonban munkát végző diákokra, és a kereskedők számot tudnak-e adni árujuk eredetéről. Egyre több helyen jelentenek problémát városunkban a spontán és illegálisan kialakult szeméthegyek. A képviselőtestület több tagja úgy döntött, hogy véget vet ennek a folyamatnak, és nem tűri tovább Kalocsa beszennyezését. A részletekről a legzöldebb képviselőt, az ügy élharcosát, Bolvári Ferdinándot kérdeztük.
A város utcáit járva egyre több helyen bukkanhatunk illegálisan elhelyezett szemétkupacokra, sőt, olykor már készhegyekre is. A képviselőtestület tagjai a napokban több fórumon is jelezték, hogy ennek véget fognak vetni, ez nem mehet így tovább. Bolvári Ferdinánd rögtön az ügy élére állt és felvállalta a feladatot. Őt arról kérdeztük, hogy vajon milyen okai lehetnek annak, hogy az emberek sokszor az éleple alatt, tilosban járva ilyen módon helyezik el a hulladékaikat. Azok az emberek vállalják többségében, hozzáteszem többségében, akiknek nincsen szemét előfizetési szerződése. Az elmúlt 5-6 évben, amikor itt a hulladékgazdálkodással kapcsolatban változások következtek be, valahogy elsiklottak az mellett, hogy régen egy lakhatási engedélyhez kötelezően be kellett mutatni a szemétszállító céggel kötött szerződést is. Ez valahogy elmaradt, és nagyon sokan az utóbbi időben, hát bizony nem fizetnek kukadíjat. Megdöbbentő adat ezzel kapcsolatban, hogy a kalocsai lakosság minimum egy negyede nem fizeti az említett díjat. És szomorú hír, hogy eddig nem történt érdemi lépés a szemetelőkkel és a hulladéktelepekkel szemben. A tüneti kezelés az, hogy megjelenik a szeméthegy, elszállítjuk az állampolgárok, az adófizető becsületes állampolgárok pénzén. A Petőfi Sándor utcai szeméthegy felszámolása az most minimum 1 millió forintba fog kerülni. Abból az adóforintokból, amit a kedves nézők befizetnek a város kasszájába. Ez megengedhetetlen. A nem fizetés mellett sokszor az információ hiánya is problémát jelent, ugyanis sokan azért dobják ki tiltott helyre feleslegessé vált dolgaikat, mert nem tudják, hogy a lomtalanítás nem szűnt meg. Évente kétszer ugyanis bármelyik előfizető az alábbi telefonszámon keresztül kérheti a szolgáltatótól az előre egyeztetett időpontban házhoz jövő és ingyenes lomtalanítást. Ügyességi vetélkedővel és közös főzéssel, ebéddel egybekötött esélyegyenlőségi napot tartott pénteken a Kalocsa és Vidéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete. A rendezvénynek több évtizedes hagyománya van, és igen népszerű a tagok körében. Már 23. éve hagyomány, hogy júniusban vagy júliusban egy egész napot töltünk együtt, és hogy hasznosan töltsük ezt az időt, ügyességi feladatokat írtunk össze, és egy kis szellemi vetélkedést fogunk tartani, addig, amíg a szakácsok elkészítik az ebédet. Ez alatt a 8 csapat tagjai például kislabdával célba dobtak, dárcoztak, bekötött szemmel egymást itatták, pingponglabdával ügyeskedtek, és a teszt egészségre vonatkozó kérdéseire válaszoltak. De hogy valójában mégis miről szól ez a nap? A zöme a tagságnak az nem született mozgásszervi beteg, hanem a munka és az évek hosszú során szedett össze valamilyen mozgásszervi károsodást, de azért érezzük fontosnak ezeket a esélyegyenlőségi napokat megtartani, hogy a megváltozott képességek ellenére is érezzék, hogy tudnak még a képesség, megmaradt képességeknek megfelelő munkába, vagy akár versenybe, vetélkedésen is részt venni. Így közel 80-an jelentek meg és csatlakoztak akár aktívan, akár csak szurkolóként a Fogtői Vajas Parti Presszó udvarán megtartott ügyességi feladatokhoz, majd az ezt követő vidám hangulatú kötetlen délutánhoz. Mindenki várta a nyarat és a jó időt, a napsütést. Ezzel azonban nagyon kell vigyázni, hiszen igen komoly és kellemetlen következményei lehetnek, főleg a gyerekeknél. A napfény sokszor emlegetett áldásos hatása mellett sajnos igen sok veszélyforrása is. A legismertebb fény ártalom a leégés, melynek során hirtelen bőrgyulladás alakul ki, általában a napfény hatását követő 3-6 órán belül. Égőérzés fájdalom kíséretében élénk bőrpír jelentkezik. Súlyosabb formáiban hólyagok is képződnek. A gyerekek sokkal inkább veszélyeztetettek, mint a felnőttek, hiszen nekik még éretlen a bőrük, nem tud úgy védekezni a nap ellen, ezért a szülőnek kell erre figyelni. Kenjük be megfelelő faktorszámú naptejjelőket. Hát ez a megfelelő faktorszám, azért ezt elég magas faktorszámba határozzuk meg. Nem akkor kell bekenni a gyereket, amikor kiértünk a strandra, és akkor lepakoltunk, na gyere, bekenlek, mert annak is van egy idő, egy hatásideje, mire
fölszívódik, és mire tényleg hatni fog. A leégéshez társulhat a napszúrás is, hiszen, mint a neve is mutatja, tartós, hosszabb ideig történő tűzönapon való tartózkodás okozza. Ez leginkább akkor fordulhat elő, ha nincs fedve a gyerek feje, mert ezáltal ennek hőmérséklete jóval meghaladja a test hőmérsékletét. Ennek következtében fejfájás, szédülés, kábultság, émelgés, hányinger jelentkezik. Ami ennél is komolyabb, és néhány napja is előfordult, hogy ilyen gyerekkel mentek az ügyeletre, az a hőguta. Annak ellenére, hogy sokat lehet hallani arról, hogy pillanatok alatt megtörténhet a baj. Sajnos mégis találkozunk olyan esetekkel, hogy alszik a gyerek, és benne hagyják az autóba, nem akarják fölébreszteni. Na, ilyet ne csináljunk. Most, hogyha a gyerek hány, és nem tudjuk, hogy mitől hány, mert mondjuk nem lázas, de lehet hőemelkedése egy hőgutától, feje fáj, kerüli a fényt, inkább vonul a sötétbe, bemegy a sarokba, a legsötétebb helységet, önmagától megtalálja, tehát tudja ő, hogy mi a jó neki, akkor gondolkodjunk rajta, hogy esetleg nem kapott-e hőgutát. A tünetei tehát hasonlóak, mint a napszúrásé, de itt egy idő után forró, száraz bőr, magas láz, szapora pulzus és a koncentrációképesség zavara is jelentkezik, súlyosabb esetben keringési elégtelenség lép fel. Az elmúlt években a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal más termékcsoportokhoz hasonlóan folyamatosan ellenőrizte az étolajakat is. A feltűnően alacsony árú termékek kiemelt ellenőrzése élelmiszerbiztonsági szempontból indokolt, ezért a hivatal közérdekű bejelentésként kezelte a magyar nemzet megkeresését, és haladéktalanul országos ellenőrzés sorozatot indított. A NÉBIH a közérdekű bejelentésben megjelölt alacsony árkategóriájú importfinomított étolajok mellett egyéb hazai gyártású, alacsonyabb árkategóriába tartozó, kereskedelmi márkajelzésű úgynevezett saját márkás termékeket és közkedvelt márkák árucikkeit is ellenőrzi. A szakemberek 15 féle terméket vizsgálnak, amelyek között webáruházakban is kapható étolajok is szerepelnek. A termékek jelölésének vizsgálata során eddig valamennyi nem magyarországi előállítású étolaj jelölése hibásnak bizonyult. A már lezárult biztonsági és minőségi paraméterekre is kitérő laboratóriumi vizsgálatokon ugyanakkor minden minta megfelelt az előírásoknak. A NÉBIH 2008 óta összesen több mint 9000 hatósági laboratóriumi vizsgálatot végzett a termékkör kapcsán. Ez alapján elmondható, hogy szinte valamennyi a hazai étolajpiacon megjelent külföldi és magyar gyártású termék elemzésre került már. Az utóbbi időszakban csak pár mintával adódott gond, jellemzően jelölési hiba miatt, azonban a feltűnően alacsony áru termékek kiemelt ellenőrzése élelmiszerláncbiztonsági szempontból továbbra is indokolt. Új kiállításnak adott helyet a Platán Galéria az Érsekertben, ugyanis a hétvégén Hubert László és Farkas Tibor hozta el alkotásait a kalocsai közönségnek. Legyünk boldogok, mert boldog az a nép, amely tud ünnepelni. Ezekkel a szavakkal köszöntötte kiállító barátait Kis István művésztanár a Platán Galériában, amely immár a második kiállításnak adott helyet. Valóban ünnep volt ez a nap a résztvevők számára, hiszen kiváló alkotásokban gyönyörködhettek. Hubert László dusnoki festő és a kalocsai Farkas Tibor szobrász jól ismert művészek Kalocsán, illetve a környéken, hiszen szinte mindegyik alkotótáborban részt vesznek évek óta. Munkásságukat elismeri a szakma, viszont ketten együtt most először álltak a közönség elé. Amikor válogattam a képeket, az egyik fő szempont az volt, hogy mikor voltam így Kalocsán utoljára, egy önálló kiállítással, és azt láttam, hogy 2012. januárjában. Mondom, akkor jó, akkor úgy válogatom, hogy 2012-ben készült és azután készült alkotásokat válogattam, és hát igyekeztem ebből a négy évből egy ilyen keresztmetszetet hozni. Így láthatóak mostantól Kalocsán is az új Hubert képek, vagy a farkas szobrok, amelyeket egytől egyik saját kézzel készítettek, mint ahogy a meghívón is olvasható volt. Provokációnak szántuk ezt a mondatot, ugyanis hát elképesztő nagy a szélhámosság a világban, így a képzőművészetben is.
hát most nem akarok belemenni, hogy, de főképpen ugye ez a fénymásolások, különböző olyan technikák vannak, hogy mondjuk már vászorra is ugye festmény utánzatokat tudnak készíteni, és ráfestenek utána ezekre az utánzatokra, és úgy eladják, mint saját munkát. És ezzel kapcsolatban volt egy kicsit egy ilyen tiltakozás. A kiállítás augusztus 5-ig tekinthető meg az Érsekertben. 2 hét és újra lehet ízítani a bográcsokat a Szelidi parton, ahol immár 3. alkalommal szervezik meg a gasztrofesztivált. A rendezvény mostanra már igazán kinőtte magát, hiszen a 3 nap alatt a főzés mellett lesz például sárkányhajóverseny, gyermekprogramok és bikini koncert. A plakáton is olvasható, hogy 2 hét múlva, az augusztus 5-i hétvégén ismét számtalan kiváló programot nyújt a 3. Szelidi Gasztrofesztivál. Már az első is nagy sikert aratott, hiszen akkor is és most is főleg családi rendezvénynek szánták, mely azért valósult meg, hogy még jobban becsalogassák az embereket a nyaraló övezetbe. Ennek kiváló eszköze az a számtalan műsor, ami a fesztivál területén zajlik majd. Augusztus 5, 6 és 7-e, ez ugye péntek, szombat, vasárnapra esik idén ez a rendezvény, főleg 4 témakör köré szerveződünk, az egyik az a gasztronómia, a sport, a hagyományőrzés és az élő zene az, ami jellemzi majd ezt a rendezvényt. Ez mellett persze természetesen gyermekprogramok lesznek, úgyhogy a családosokat is várjuk ki a Szelidi tóra. Már pénteken sem maradnak éhesen a fesztiválozók, hiszen ökölsütésre várják a szervezők a kilátogatókat, viszont a nagy összecsapás szombat reggeltől indul, ugyanis akkor gyújtanak a bográcsok alá a csapatok. Délután folklor műsor szórakoztatja a közönséget, és este koncertek sorát láthatják a vendégek a színpadon. A nagy durranás természetesen a szombati bikini koncert lesz. 30 év után újra a Szelidi tónál fog fellépni Török Ádám, egy szegedi zenekarral, a Blues Bellel közösen egy ilyen koprodukcióban. Aztán utána egy hartai zenekar, a New Generation fog játszani. Ez is még péntek este lesz, és akkor szombaton lesz 8 órától bikini, 10 óra körül pedig a Zöld Kereszt Rock Band fog még egy élő koncertet adni. A főzőverseny mellé bekapcsolódik idén a házi sütemények versenye is, mely a hagyományőrzést kívánja erősíteni. Az egész rendezvény látogatása ingyenes, csak a strandbelépőket kell megfizetni a nap folyamán, hiszen a helyszín most is a nagy strand lesz. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak, friss hírekkel és híradóval legközelebb szerda este jelentkezünk. Addig is kérem, kövessék műsorainkat a Kalocsa TV megújult honlapján. További szép estét kívánok!